Azt hittük, rejtőzködik valahol. A fiúk épp most gyújtják fel a vörös iszap magtárát. Magát is meg akarták lincselni, de nem volt otthon. Lincselni? Miket beszélsz, lányom? Kitört a forradalom. Lázad a nép. Miért akarna a nép lázadni, mikor éppen a nép uralkodik? Szerintem ezt ne kérdezzem meg tőlük, Jenő bácsi. Most a film áll közelebb hozzám. Az első 10 éve az nagyon-nagyon intenzív volt színház fronton nekem, és nagyon szerencsésen alakult nagyon sok minden, olyan lehetőségem volt olyan darabokban, olyan kollégákkal, rendezőkkel dolgoztam, ami nagyon szerencsés, és nagyon megtelítődtem vele, és nem azt mondom, hogy bár nem érdekel, mert már mindent eljátszottam, ezért azért az nagyon-nagyon nagy túlzás lenne. Nagyon-nagyon sok mindent, de most azt éreztem az életem ennek a szakaszában, hogy egyszer jobban elkezdett érdekelni a film, meg a filmgyártás, a másik oldal a kamerának is. Úgyhogy ez van most az első oldalon. Nincs szerepálmom, nincsen. Az úgy nem is volt soha mindig. Ezt még a tesóm mondta egyszer, és tök igaza van, hogy ő akkor döbbent rá mindig a szerepálomra, amikor már megjátszotta, hogy na ez tényleg ez egy szerepálom. Tehát addig nem tudta, vagy nem vágyott rá. Nekem is volt ilyen a Szecsuhani Évólélekben, amikor játszottam a Sentét. Az egy világ legcsodálatosabb női szerepe szerintem, vagy legalábbis a drámairodalom legcsodálatosabb női szerepe. És azt nekem megadott ott, hogy eljátszam Zsoltér Sándor rendezésében Kecskeméten, az nekem egy nagyon top szerep. Tehát az, ha tudom, hogy az milyen, akkor a szerepálom az biztos. Most nincs ilyen nekem, mindig valahogy a következő lépésre koncentrálok. Szépen alakul az én pályám, és nyilván vannak hullámvölgyek, meg ebben a nagyon nehéz időszakban, ami mögöttünk van, azért ez nem segített a színész szakmának. De én nem vagyok az a típusú színész, aki mindig azt vesz észre, hogy éppen mi nincsen, vagy hogy ha éppen mondjuk nincs olyan szerep színészileg, akkor mindig van valami más, vagy akkor dolgozom lovakkal, például teljesen más, az akkor abban teljesedem ki, vagy a fényképezés, vagy szóval mindig úgy keresek dolgokat, amik még. És szerencsés vagyok, hogy van az életemben olyan dolog, ami ugyanannyira tud én érdekelni, hiszen van olyan, akinek nincs más, és az éltem meg igazán nehezen ezt az egész pandémia időszakot, de én nekem ez így szertágazóbb egy picit az életem, hogy úgy tudok máshova nyúlni. Én fotózni 12 évvel ezelőtt kezdtem el. Szeretem a másik oldalát a kamerának, azt, hogy úgy el lehet bújni mögé, és akkor úgy nem tudom ezt úgy nagyon pontosan megmagyarázni, inkább az, hogy azt érzem, hogy nekem van erre egy szemem, hogy én meg, mondjuk meglátok dolgokat, amit egyszerűen van egy ilyen késztetésem, hogy szeretném képen látni, vagy megállítani azt a pillanatot, hogy mit üzen, mit mutat. Nagyon jó élmény, nagyon szeretek angol nyelven kommunikálni, nagyon van egy ilyen külön, nem tudom, kötődésem az angol nyelvhez, és szeretek angol nyelven játszani is. Úgyhogy már volt, hány istennek volt lehetőségem, úgyhogy nagyon várom, hogy mikor fog majd egy olyan dolog megtalálni, mert egy picit bonyolultabb és nagyobb dolgot lehet külföldi vagy külföldi filmben játszani, igen. Maradjatok így, ezt órákig tudnám nézni.